Az amerikai szenátus többsége megszavazta, hogy Gina Haspel legyen a CIA új igazgatója, egyben a központi hírszerző ügynökség első női vezetője. A 61 éves Haspel pályafutása során mindvégig a terepen végzett hírszerzői munkát, egészen tavalyig fedett ügynökként dolgozott, mielőtt az időközben külügyminiszterré kinevezett Mike Pompeo helyettese lett. Gina Haspel kinevezése heves vitákat váltott ki, mivel neve összefonódott a terrorista gyanús foglyok ellen alkalmazott erőszakkal. Az új igazgató korában részt vett ilyen kihallgatásokon, sőt ő irányította az erre a célra külföldön létrehozott titkos amerikai börtönök egyikét.